Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Líceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látják. Témáink röviden. Együttműködési aláírásokra is sor került a főiskola sajtótájékoztatóján. Átadták a nemzetközi MBA diplomákat. Maklára kerültek a főiskola számítógépei. Híreink bővebben. Megtartotta havi sajtótájékoztatóját főiskolánk, melyen az együttműködési megállapodások mellett több jövőbeni rendezvényről is szó esett. Sajtótájékoztatót tartott az Eszterházy Károly Főiskola október 14-én. Szó esett többek között a novemberi Kamaraopera Fesztiválról, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájáról, valamint arról is, hogy 50%-kal növekedett a hallgatók száma a szakirányú továbbképzéseken. Nagy örömünkre nem csak a normál felvételi és pótfelvételi eljárásban, hanem a szakirányú továbbképzések területén is nőtt az intézmény keresettsége. Az idei évben több mint 50%-kal nőtt a tavalyi évhez viszonyítva a szakirányú továbbképzésekre beiratkozottaknak a száma. Együttműködési megállapodást kötött főiskolánk az OTP Bankkal, mely a kedvező pénzügyi szolgáltatásokat is magába foglalja. Ez az együttműködés lényegében írásba foglalja azokat a dolgokat, amelyeket már korábban is közösen végeztünk a főiskolával, ilyen például a hallgatók fogadása a szakmai gyakorlatra, illetve pénzügyi szolgáltatások nyújtása a főiskolán dolgozók, illetve a főiskolán tanulók számára. Sajtótájékoztató végén a főiskola PR csoportja egy tortával lepte meg a születésnapját ünneplő dr. Liptai Kálmán rektort. Október 9-én csütörtökön az Agria Media Gála esten adták át egyebek között a malajziai Open University nemzetközi MBA diplomákat. Csütörtök este ünnepélyes keretek között tartották az Agria Media Partit az Agria Tiszkben. Az Agria Media 2014 rendezvénysorozat lezárásaképp megrendezett gálaesten adták át egyebek közt az Open University Malajzia által indított üzleti menedzseri mesterképzésen szerzett diplomákat. A gálaestet professzor dr. Gábos Judit főiskolánk énekzene tanszékvezetőjének zongora koncertje nyitotta meg, aki Robert Schumann Karnevál című zongora ciklusát adta elő. Ezt követően pedig a malajziai Open University MBA diplomáját vehette át a 6 végzett hallgató. Főleg azoknak tudom ajánlani ezt a Master of Business Administration képzést, akiket érdekel a financiális, a gazdasági része annak a területnek, ahol dolgozik. Tehát ez inkább a döntéshozást, a szervezés segíti. Az este folyamán azonban nem csak az okleveleket adták át, hanem az Agria Media díjat is, amelyet dr. Richard Cornell professzor emeritus kapott, míg az Eszterházy érmet idén a California State University professzorának, Otto Benavidesnek ítélték. Amikor az emberrel valami jó történik, akkor ugye mindenkinek azt a tanácsot szoktuk adni, hogy maradjon a Földön. Mi is a Földön maradunk, tehát úgy gondoljuk, hogy most is ugyanazok a fontosak nekünk, a hallgatók, meg megint csak a hallgatók. Az estét vacsora zárta, amely során az Egerbe érkező külföldi vendégeknek lehetőségük nyílt kötetlen eszmecserére az intézmény kollégáival. Számítógépeket adományozott a főiskola a Maklári Első István Általános Iskolának. A szerdán átadott PC-kkel jelentős mértékben hozzájárultunk a közintézmény technikai fejlődéséhez. Az Eszterházy Károly Főiskola számítógépeket adományozott a Maklári Első István Általános Iskolának. A gépeket szerdán adták át az igazgatónő és a lelkes gyerekek jelenlétében. Az adománynak köszönhetően a gyerekek korszerűbb gépeken tanulhatnak, melyeket szabadidejükben is használhatnak. A leselejtezett gépek, ami helyére az újak kerülnek, több mint 13 évesek voltak. Olyan operációs rendszerrel rendelkeztek, amelyeket mára már nem támogat senki sem, és nagyon nagy szükségünk van ezekre az új gépekre. Ma már én úgy gondolom, hogy az oktatás elképzelhetetlen informatikai háttér nélkül, úgyhogy ez nekünk nagyon jelentős segítség.
A diákok izgatottan várják, hogy birtokukba vehessék az új gépeket, melyeket a főiskola informatikai munkatársai szállítottak ki és szereltek össze. Kedden ismertették az együttműködés az Észak-Magyarországi Pedagógus Képzés Minőségi Megújításáért című TAMOK projekt első szakmai modulját. Az 5 szakmai részből álló pályázat a tanárképzés megújítását tűzte ki célul. Szeptemberben ismertették az 5 modulból álló Együttműködés az Észak-Magyarországi Pedagógus Képzés Minőségi Megújításáért című TAMOP pályázatot. Kedden a projekt első moduljából tartottak szakmai megbeszélést a líceumban. A projekt ezen része az osztatlan tanárképzés kialakítását, a tanárképzőközpont kialakításához kapcsolódó fejlesztéseket, a hallgatói kiválasztást és a tanár továbbképzést ismertette. Hát először is azzal szeretnénk kezdeni, hogy egy TAMOP pályázatról van szó. Ennek a projektnek az a címe, hogy Együttműködése az Észak-Magyarországi Pedagógus Képzés Megújításáért. A Miskolci Egyetemmel konzorciumi partnerként valósítjuk meg ezt a feladatot. És hát 5 lába van igazándiból ennek a nagy projektnek. Most annak apropóján, hogy itt vagyunk, elsősorban az elsőről mondanék néhány részletet, mert hogy aktualitását adja ennek a projektnek az, hogy a osztatlan tanárképzés elindult, ami intézményünkben is elindult, és ezzel kapcsolatban olyan szervezeti és egyéb fejlesztéseket kell végrehajtani, amiket ez a projekt segít. Jelesül itt az első modulban a tanárképző központnak a kialakítása rendet írja elő, hogy a tanárképzést folytató intézményben tanárképző központoknak kell működni, és tulajdonképpen ez a projekt a tanárképző központ kialakításáról szól. Ez egy eléggé szertágazó tevékenység, mert szintén a rendelet szabja meg, hogy vagy határozza meg, hogy tulajdonképpen ezeknek a tanárképző központoknak a tanárképzéssel kapcsolatos valamennyi feladatot koordinálniuk kell, kezdve onnan, hogy felvételizik a hallgató, hogy eljön egy meghallgatásra, egészen odáig, hogy megkapja majd a diplomáját, sőt azon túl is, hiszen ilyen pályakövetéssel kapcsolatos dolgok is vannak benne, és a mai találkozónak az az apropója, hogy egyrészt szeretnénk beszámolni a közreműködő kollégáknak arról, hogy hol tartunk, mit végeztünk el, illetve szeretnénk ráirányítani a figyelmet a elkövetkezendő feladatokra. A projekt befejezésének tervezett időpontja 2015. június 30-a. Ez idő alatt a projektvezetők folyamatosan tartanak szakmai megbeszéléseket. Kepes Intézet és az Arszet Vita Alapítvány szervezésében nyílt kiállítás Egerben. A látogatók festményeket, művészeti alkotásokat és Hanvas Béla relikviáit is megtekinthetik. Utak a teljesség felé címmel rendeztek kiállítást október 11-én a Kepes Intézetben. A megnyitón beszédet mondott dr. Liptai Kalmán rektor és dr. Till Katalin, a kiállítás egyik kurátora. Kiállítás célja, hogy útmutatást adjon az emberek számára. Ból a célból hívtuk életre ezt a kiállítást, amit szeretnénk több városban is még megmutatni, és most Egerbe érkezett ez az anyag, hogy egyrészt népszerűsítsük Hanvas Béla életművét, több ezer oldalas, óriási, nagy életművét, és bemutassuk azokat a gondolatokat, esztétikai, etikai, filozófiai, természetű gondolatokat, amelyek az egyszerű hétköznapi életvezetésben is útmutatásul tudnak szolgálni. Hanvas Béla kortársainak alkotásait is megtekinthették a látogatók. Tulajdonképpen ez szinte egy életnek a válogatása. Én ezekkel a művészekkel hosszú évtizedeken keresztül dolgoztam. A kiállításon résztvevők nem csak új élményekkel lettek gazdagabbak, de egy Hanvas Béla idézetet is magukkal vihettek. A Filozófia Tanszék és a Kepes György Szakkollégium szervezésében a Társadalomtudományok átrendeződése a globalizáció korábban címmel tartottak előadást, amely program során magyar, amerikai és francia kutatók szólaltak fel.
örömmel tölt el, ilyen szép számban eljöttek rá. Francia, amerikai és magyar kutatók is felszólaltak a Társadalomtudományok átrendeződése a globalizáció korában című program keretén belül az Eszterházy Károly Főiskolán. A filozófia tanszék és az EGRI Kepes György szakkollégium szervezésében tartott konferenciát dr. Liptai Kálmán főiskolánk rektora mutatta meg. Ezt érzékeltem, miután megismerkedtem ezekkel az újabb társadalomtudományi kutatásokkal, hogy Magyarországon a társadalomtudományi beszédmódban van egy üres hiányosság, ez pedig az, hogy nagyon kevéssé tudunk olyan kutatásokat végezni, amelyek közvetlen társadalmi valóságra, társadalmi kihívásokra reagálnak. És amikor találkoztam ezekkel a kutatókkal, a francia Pierre Antoine Chardellal és az amerikai Gabriel Rakillal, illetve hát már régebb óta ismertem Takács Ádámot, akiket meghívtunk erre a konferenciára, akkor azt gondoltam, hogy valami olyasmit csinálnak, ami bennem hiányérzetet tölt be, nevezetesen az elméleti, hagyományos filozófiai és társadalomtudományi ismereteiket konkrét hétköznapokban sokak által megtapasztalt társadalmi jelenségek elemzésére és értelmezésére fordítják. És azt gondoltam, hogy ennek a újfajta beszédmódnak a bemutatására, amelytől azt is remélni lehet, hogy esetleg változtatást generál a magyarországi társadalomtudományi diskurzusokban, mindenképpen sort kell keríteni, és nagyon jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk tenni Egerben, hogy a főiskolánkon és az itteni tudósi közösségen belül is megtapasztalhatóvá válna, hogy hogyan lehet másképpen társadalomtudományokat művelni, milyen értelme, milyen célja és milyen lehetősége van a társadalomtudományi vizsgálódásoknak. És nagy örömömre szolgált, amikor az itt futó nemzetközi esítési program keretében módunk nyílt arra, hogy meghívjuk ezt a három fiatal, de már azt lehet mondani, hogy világhírű, a maga szakterületén elismert szakembert, hogy nekünk közvetlen előadást tartson erről a kérdésről, és különösen örömömre szolgál, hogy rögzíteni lehet ezeket az előadásokat, illetve egy szabadabb, kötetlenebb beszélgetés keretében kérdezni lehet tőlük, amivel elmélyíthetjük a tapasztalatcserét. Az előadások után a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy feltegyék kérdéseiket, és megosztják észrevételeiket egy kerekasztal beszélgetésben. Október 17-én bor- és gasztroturizmus menedzser továbbképzés indul a főiskolán. Posztgraduális képzés 2,5 éven keresztül 300 órában vezeti be a hallgatókat a borászattal kapcsolatos gasztronómia világába. A bor- és gasztroturizmus nyári egyetem sikerén felbuzdulva az Eszterházy Károly Főiskola azonos névvel térítésmentes szakirányú továbbképzést indított 2014. októberében. A kurzus 2,5 éves, ami körülbelül 300 órának felel meg. Egy új fejlesztési tervnek tulajdonképpen a második lépése ez az induló bor- és gasztroturizmus szakirányú továbbképzés. A nyáron volt ennek egy előzménye, szintén a TÁMOP pályázatunk keretében volt egy bor- és gasztroturizmus nyári egyetem, amelynek a sikerén fölbuzdulva indítjuk ezt a szakirányú továbbképzést. Tulajdonképpen a kettő között nem csak a pályázat jelenti a kapcsolatot, hanem maguk a résztvevők is, hiszen akik a nyári egyetemen itt voltak, azok egy jó része vagy egy részük beiratkozott már a szakirányú továbbképzésre is. Úgyhogy itt egy folyamatosság érződik, és ez remélem így is marad, mert folyamatosan szeretnénk tenni a nyári egyetemnek a működését, minden nyáron szeretnénk megrendezni, sőt, most törjük a fejünket azon, hogy januárban egy téli egyetemmel is bővítjük a képzési palettát, és ezekhez a rövidebb ciklusú gyakorlati jellegű képzésekhez kapcsolódna a szintén gyakorlati jellegű, de hosszabb lélegzetű 2,5 éves szakirányú továbbképzés, amely bor- és gasztroturizmus névre hallgat. A felvettek száma 24 fő, ami igazodik a főiskola kapacitásához. A képzés elvégzésével gasztroturizmus menedzserként lehet majd elhelyezkedni magas színvonalú éttermekben. A Tittelpár Könyvtár és Médiacentrumban október 10-én mutatták be azt a kötetet, amely főiskolánk első igazgatójának életét dolgozta fel. A szerző úgy gondolja,
Könyve egyfajta adósságtétel intézményünk volt oktatójának, Németh Lajosnak. 1948. Könyvbemutatót tartottak október 10-én a Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum 112-es termében. A szerző, Szecskó Károly, főiskolánk eddig 6 oktatójáról írt könyvet, ezúttal intézményünk első igazgatójával, Németh Lajossal ismerteti meg az olvasókat. Én olyan 5-6 év ezelőtt írtam Jáki Lászlónak, a szerkesztőnek, aki a országos perui könyvtár munkatársa, hogy javaslok 2 ilyen tudós tanárt, Szvorényi József, ő Cisszertanár, írtam, 100-os utca is van emléktábla, meg Szőkapi tanár úr. A bemutatón jelen volt Németh Lajos lánya is. Számára megható volt édesapját a könyvborítón viszont látni. Azt kell mondjam, hogy megható könyvborító tetején látni, ugye az ember édesapját, vagy hozzátartozóját. Természetesen olvastam a könyvet, még kézirat formájában adtam is néhány gondolatot hozzá, amit aztán a szerző tovább folytatott és kidolgozott. Szecskó Károly legújabb könyvét volt tanítványoknak, Németh szakosoknak és minden művelt érdeklődőnek ajánlja. A Vidéki Nők Nemzetközi Világnapja alkalmából rendeztek október 15-én szerdán női fórumot a főiskolán. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Női fórumot szerveztek a Vidéki Nők Nemzetközi Világnapja alkalmából október 15-én szerdán. Az ünnepélyes megnyitó után könyvbemutatóval és női portrésorozat bemutatásával várták az érdeklődőket. A program 2 órai zárásáig interaktív foglalkozásokat tartottak, melyek a női szerepekre irányultak. Ennek a női fórumnak az a célja, hogy a vidéki nőknek a sokszínűségét bemutassuk, és a Vidéki Nők Nemzetközi Napját megünnepeljük. A női fórum legfontosabb kérdését is megvitatták, azaz, mi foglalkoztatja a vidéki nőket 2014-ben. Már többször kiderült azért, hogy ők nagyon szeretnék élhetővé tenni a világot és a saját életüket, de úgy, hogy megőrizzék ezt az előadáson is elhangzott ilyen összekötő erőt és egyesítő erőt. Nem az a fontos, hogy hogyan éljük meg a női mi voltunkat anyaként, egyedülálló nőként, feleségként, munkában, vagy az otthonunkban, hanem az a fontos, hogy amit teszünk, az a teremtő szándéka szerint történjen. A hölgyek nem csak hozzászólhattak a kérdések megvitatásához, hanem egy személyiségi tesztet is kitölthettek, amely alapján megtudhatták, melyik istenségre is hasonlítanak a leginkább. Rózsaszín szalagos sétát szervezett a Magyar Rák Ellenes Liga EGRI alapszervezete október 14-én. Az összefogáson főiskolánk sporttudományi intézetének hallgatói is közreműködtek egy flashmob keretében. Immár a 8. alkalommal szervezett rózsaszín szalagos sétát a Magyar Rák Ellenes Liga EGRI alapszervezete. A rendezvény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a mellrák gyakoriságára és a szűrés fontosságára. A megelőzés fontosságára, figyelemfelhívással, a betegség korai felismerésében és a gyógyítás folyamatában való aktív segítséggel próbálunk segítséget nyújtani a rákbetegek szolgálatában. Az összefogás a Bartakovics Béla közösségi házban kezdődött, ahol neves szakemberek előadásait hallgathatták meg az érdeklődők. Emellett különféle táncprodukciókkal is színesítették a programot. A média segítségével és a különböző rendezvények figyelemfelkeltése segítségével ma már sokkal-sokkal többen járnak szűrésre, és az emberekben tudatosult ez, hogy inkább megelőzzük, mint a kialakult betegséget kezeljük. A rózsaszín szalagos séta célállomása a dobótér volt, ahol főiskolánk sporttudományi intézetének hallgatói egy flashmobbal zárták az eseményt. Október 14-én főiskolánk főépületében került sor a Vlagyimir Viszocki estre. A legendás művész közismert szerzeményeit Harsanyi Attila és Vihula Mihajló előadásában hallgathatták meg az érdeklődők.
Az Eszterházy Károly Főiskola és az EGRI Orosz Nyelvi Klub szervezésében került megrendezésre kedden a Vlagyimir Vizocki est. A zenés rendezvényen a szovjet költőénekes és színész legnépszerűbb orosz bárdalai hangzottak el. A szerzeményeket Harsányi Attila, Vyuka Mihajló gitárkíséretével adta elő magyarul. Nem csak az idegen nyelv oktatást támogató programokat szervezünk, hanem interkulturális programokat is. Mindazoknak a nyelveknek a kultúráját próbáljuk terjeszteni, amelyeket itt a főiskolán tanítunk. És már jó pár éve az orosz is ezek között a nyelvek között van, és szeretnénk, hogyha egy kicsit a most fiataljaink, a hallgatóink jobban megismernék a nyelvtanulással párhuzamosan ennek a népnek a kultúráját is. És ezért kerül sort a mai interkulturális rendezvényre. Az eseménynek a Líceum adott otthont. A körülbelül másfél órás program a komplex nemzetköziesítési és programfejlesztési TÁMOK projekt keretén belül valósulhatott meg. Harmadik alkalommal rendezték meg az angol mesemondó versenyt a Líceumban október 14-én. Október 14-én kedden 3 órától tartották az angol mesemondó versenyt. Idén már 3. éve rendezzük meg ezt az angol nyelvű városi mesemondó versenyt az amerikai kuckóban, és azért rendezzük meg, hogy ez is egy módja, a mesemondás is egy módja annak, hogy a gyerekek egy kicsikét használják az angol nyelvet a tantermen kívül is, ne csak egy iskolai tantár legyen, hanem egy kicsikét mókázzanak vele. Nagyon sok gyerek szeret mesét mondani, és úgy tűnik, hogy angolul is nagyon sokan szeretnek mesét mondani, hála Istennek. A versenyt általános iskolásoknak rendezték meg, alsósoknak, 5.-6. osztályosoknak és 7.-8. osztályosoknak. Úgy gondolom, hogy a verseny népszerűsíti az angol nyelvet a diákok körében, hiszen ezt a mesemondó versenyt elég kicsi gyerekeknek rendezzük, 5.-től 8. osztályig vehetnek rajta részt. Ők ugye még az a korosztály, akik szeretnek mesét olvasni, úgyhogy nekik ez egyben móka is, és nem csak egy verseny. 3 helyszínen zajlott a szavaróverseny a Líceum falain belül. Kaotikus meccsen sikerült győzni a főiskola férfi vízilabda csapatának a Szolnok elleni mérkőzésen. Az SBS Eger az Orosháza fiataljai győzte le. A Bárányuszoda várható felújítása miatt valószínűleg utoljára játszott a nyitott létesítményben az LKF Imola OB1B-s férfi csapata. Tóth Péter együttese gólgazdag összecsapáson 21-16-ra győzte le a szolnokiak második számú csapatát. A harmadik negyed végén 13-12-es állásnál a 4 percre kiküldött szolnoki pólós büntetését 3-0-ra hozta le az EGRI csapat, így eldőlt a mérkőzés sorsa. A sok bekapott gól nem dicséri a védekezést, de sokkal fontosabb a látványos támadójátékkal megszerzett 3 pont. A végeredmény tehát LKF Imola, Szolnok 2, 21-16. Újabb győzelmet aratott az NB1B keleti csoportjában az SBS Eger Eszterházy SSF férfi kézilabda csapata. Az 5. forduló vasárnapi összecsapáson az eddig 100%-os EGRI együttes az Orosháza FKS-e U23-as alakulatát fogadta. A Leányka úti Eszterházy csarnokban 200 néző előtt megrendezett összecsapás végig orosra tanítványok elképzelése szerint alakult. Az orosházi fiatalok nem találtak fogást a mieinken, izgalom nem sok akadt, szép hazai találatokból viszont nem volt hiány. A győzelem nagyon magabiztos volt, és a látottak alapján ilyen arányban meg is érdemelt. SBS Eger Eszterházy SS-e, Orosházy FKS-e, U23, 32-20. Csapatunk továbbra is hiba nélkül, pont erőnnyel vezeti az NB1B keleti csoportjának tabelláját. Kedves nézőink, Önök a Líceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látták. Viszontlátásra!